Norbertnek és Varga Szabolcsnak, hogy elvállalták ezt a kerekasztal beszélgetést. Ugye jól mondta a tanár úr, tényleg az volt a célunk, hogy egyrészt a mohácsi csatát kicsit körüljárjuk, ugye az aktuális egyháztörténeti szempontból is, már csak az ott résztvevő püspökök kapcsán is, akár meg az utóélete kapcsán is. Másrészt pedig tényleg minden generáció úgy tűnik, hogy hozzászól Mohácshoz, amióta a történész szakma specializálódott, és ebből a mi generáció, vagy hát a ti generációtól sem kivétel, és... szerintem majd az enyém se lesz. Minden esetre szerintem egy örvendetes dolog az, hogy nem 2025. decemberében állunk neki gondolkodni azon, hogy mi lesz jövőre, hanem ennyivel előbb tényleg komoly kutatások folynak, és egyébként komoly szakmai viták, komoly és komolytalan szakmai vitáknak is szintere van manapság, és ennek kapcsán tartottuk izgalmas kérdéskörnek megvizsgálni ezt a mohácsi csatát és ennek a következményeit és előzményeit is. Megbeszéltünk pár pontot, ezek alapján haladnánk majd. Az első kérdés az lenne, hogy miért is lett a mohácsi csata ennyire a magyar emlékezetnek ilyen kardinális, mondhatnám forró emlékezeti pontja. Hogy mohácsi csata lett ez, miért nem Várna vagy Muhi, szóval hogy lett a történelmünk nagy sors tragédiája a mohácsi csata? És akkor át is adnám. Mint mindennek nyilván ennek is több oka van. Viccesen azt szoktam mondani, hogy Zsigmond király abban volt jobb király többi királyunknál, hogy ő nem halt meg a vesztes csatákban. Hát második Lajos ugye elkövette azt a felelőtlenséget, hogy belefulladt a szerintünk cserébe, mások szerint máshova, valamilyen vízbe, de viccet félretéve nem rögtön alakult ki ez a kép. Tehát mindenki sokat tett hozzá, akár a túlélő kortársak, és az utána levő századok, nyilván ez egy elég tág megfogalmazása a dolgoknak. Én talán azt tudnám mondani, ami a mai emberek számára is igen nehéz, ugye a kontraszt, a látszólagos kontraszt egyébként a Mátyáskor hódító birodalma és a 30 évvel későbbi összeomlás, nevezzük így most ezt, a mohácsi csatát, hogy ugye az akkorikor embere is magyarázatot keresett arra, hogy hogy történhetett ez meg. Az, hogy ők erre nem találtak racionális magyarázatot, az érthető. Hogy a ma embere nem talál rá racionális magyarázatot, az már kevésbé érthető, sőt, súrolja a debilség határát. Tehát ma, amikor már sok mindent tudunk, amit az akkoriak nem, tehát akár a két birodalom közötti különbséget, mint hát a területi az evidens, de a népességszámbeli különbséget, a királyi kincstárak közötti különbséget, és teljesen mindegy, hogy a Mátyás királyi kincstárát hasonlítjuk össze, vagy a Jagelló királyi kincstárát, mert az egyik nem volt olyan magas, mert hogy Mátyásnak a bevételei, a másik meg nem volt olyan alacsony, mint Jagelló. De teljesen mindegy, mert a török szultán bevétele ennek a sokszorosa volt. Tehát innentől kezdve nem az volt a kérdés, én azt szoktam mostanában mondani, hogy ki fog nyerni, hanem az, hogy mikor. Tehát pontosan jól látszik már ez, hogy az 1500-as évektől nem volt kérdés, ha megindul egyszer a török sereg, akkor előbb vagy utóbb, inkább előbb ugye, meg fogja törni a magyar királyság erejét. Hát csak gondoljunk vissza arra, hogy Mátyás hányszor akart a törökkel harcolni. És ugye milyen egyességeket ma már tudjuk, most már nem szokás szépítgetni azokat az egyességeket, amiket ő megkötött a törökkel, azért, hogy a török nem Magyarországra támad, hanem hogy a szabad átvonást engedett nekik Frigyes országai felé, és ami ugye persze jól hangzik most, hogy ő ezzel Ausztriát kívánta gyengíteni. Igen, így is lehet interpretálni ezeket a dolgokat, de valójában az, hogy a Mátyás egy reál politikus volt, és így számot vetett azzal, hogy a magyar királyság nem tud akkora
hadsereget kiállítani, és nem is az, hogy nem tud akkora, mert egyszer ki tud, de még egyszer nem tud. És ugye ez volt a különbség, az elsődleges az, hogy nem lehetett annyiszor kiállítani, annyiszor a török ki tudott állítani ugyanakkor a seregeket, ugyanolyan minőségű seregeket, mert egyszerűen az ember fő nem volt annyi, mint a török birodalomban. És aztán erre sok minden jött még hozzá, mondom, az akkori kor embere nem tudott racionális magyarázatot adni erre. Ugye, de tudjuk, hogy jött a reformációnak a különböző nézetei ezekre, hogy mi történt Mohácsnál, vagy minek a büntetése, ugye maga a török. És hát hozzá kell tenni, hogy a Mohács nemzedéke sem volt biztos a dolgában. Tehát nem tudták, hogy mit csináljanak. Tehát egyszerűen Mikó Gábor engedélyével most megosztok önöknek egy, mert nem mondom meg, hogy hol van a levél, mert ő akarja feldolgozni, úgyhogy csak egy apró részletet, ezt Ulászló király írja valakinek, ez még nem derült ki valamelyik püspöknek, 1512-re datálható, szinte teljesen biztos, és ezen már álltam egy formuláskönyvben van a levél, amiben pont erről ír, hogy azt mondjátok, hogy támadjunk, meg azt is mondjátok, hogy ne támadjunk. Meg azt mondjátok, hogy kössünk békét, meg azt mondjátok, hogy ne kössünk békét. És hogy mi már nem tudjuk, hogy mit csináljunk, mert azt pontosan látjuk, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinálunk, ezt most én teszem már hozzá, ez nyilván nincs a levélben. Mert nem tudnak jót lépni. Mert már nem volt jó lépés az adott időszakban, és ugye ilyenkor teljesen mindegy, most kicsit Kulcsár Péternek a szavaira visszagondolva, aki ugye azt írta a Jegerló kötetében, hogy teljesen mindegy, hogy a lavina jó ember vagy rossz embert sodort el. Nem az számított, hanem a lavina. Hát most mit mondjon az ember Norbert után? De hát ugye milyen az utólagos előrelátás bölcsessége? Tehát mi innen 2020-ból nagyon jól látjuk, hogy mit kellett volna tenni az 1520-as években. De szerintem minden politikai elit valójában egy saját hagyományokból tud gazdálkodni. Tehát ugye 1520-as években mit látok maga előtt mondjuk egy magyar királyi udvar, egy mátyási politikát, ami egyébként egy hintapolitika a törökök felé. Kiegyezünk, békét kötünk, megpróbálunk valami modus vivendit kialakítani, vagy egy harcosabb kiállás. Nincsen nagyon más, tehát hogy nem tudnak a semmiből előakasztani egy olyan új gondolatot, amilyen még korábban sosem volt. És ez ma is így van, tehát ma is valójában politikai sémákból építkezik a mostani reálpolitika, mert olyanokra tud reagálni, amilyennel már találkozott a közelmúltban, és arra tudta, hogy hogyan lehet reagálni jól vagy rosszul. És szerintem tényleg 1526-ra az történt, és azért szakadt ketté utána az ország, vált Szapolyai mögött egyrészt felsorakozva, meg választott egy Habsburg orientációt, mert úgy érezte a saját politikai kultúrájából, hogy ez a két lehetséges út van, de ez a kettő kibékíthetetlen, vagy ez, vagy az. És aki amelyiket valósabbnak érezte, odaállt. Tehát ez nem a széthúzás, meg a magyarátok, hanem megpróbálták valahogy kitalálni azt a jövőt, amit még senki nem látott. És hogy hogyan vált Mohácsból az, hogy 500 évre rágjuk a gittet, ahogy egy várnai csatát már nem rágunk, vagy egy kerlési ütközetet, vagy lehetne még sorolni, hogy kicsit az szerintem egy olyan érzés, mint amikor az embert valami olyan sérelem éri az életével, amire nincs felkészülve, úgy érzi, hogy egy hatalmas méltánytalanság történik vele, munkahelyen, szomszédban, bármi, amit megverik az utcán, és nem érti az okát, és ugye milyen, vagy történik vele valami rossz kórházban. És akkor elkezdi sorra venni, hogy miért következik be mindez, tehát hogy szerencsétlen vagyok. Aztán mert a szüleim olyanok voltak velem, aztán azért mert az ellenségeim olyanok voltak velem, mert nem segítettek. Tehát, hogy megpróbál felelőst keresni, vagy megérteni az egész problémát,
És szerintem a magyar társadalom végigment ezen az útkeresésen az elmúlt 500 évben, hogy már volt mindenki felelős, az urak, akik elitták az országot, az udvar, aki idegen szívű volt, a Európa, aki nem segített, tehát mindenen végig mentünk, és mindig stressz helyzetben. Tehát akkor nyúltunk alapvetően Mohácshoz, amikor újra kellett gondolnunk az egész sorsunkat. Azaz, mondjuk 1849 után, akkor nagyon erős egy Mohács kérdés, mert lehetett párhuzamot vonni, Mohácsi csatasík, Aradi 13, vagy világosi fegyverletétel, vagy a Habsburgokkal valamilyen kapcsolat. 1526-1920, 1526-1944-45, vagy 1956 magunkon hagyott bennünket a nyugat, vagy nem. És mi sem vagyunk most sem megtiszták. Szerintem 2020-ban is van egy valós politikai helyzet, vagy egy valós társadalmi közeg. Nem, még mindig nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt ilyen nagyon hidegen, neutrálisan tekintsünk rá, nagyon tudományos módon. Ez emlékezett politika is, de ma mit kezdünk ezzel a vereséggel, ami 1526. augusztus 29-én volt? Ki az ellenség? Hogyan tekintünk az Oszmán Birodalomra? Mert itt nekünk egyértelmű, hogy az Oszmán Birodalom egy ellenség. Ugyanakkor azt látjuk, hogy barátságpark, közös koszorúzás, közös emlékmű, külbabatűrbe, még egy zsámi. Tehát, hogy van egy kettős beszéd ma a török-magyar viszonyban, és a török-magyar történelem is ezáltal átpolitizálódik, és erre ez hatással lesz szerintem a következő évek emlékezett politikai alakulására. Tehát, hogy nem tisztult le ez a dolog, mert maga a probléma is fönnáll, hogy hol vagyunk ebben a relációban mi. És szerintem ezért nem lehet sose teljesen hideg ez a történet, pedig volt rá esély. A 18. században sokkal kevesebbet beszéltek Mohácsról, elengedték a dolgot, mert volt egy elemansi bőztő, második Mohácssal lehendeztük a kérdést, két mellettes volt a küzdelem és bőztő, és majd fölmelegítjük ezt a töltött káposztát az újabb oszmán-habsburg háború után, 1790-es évektől, amire már rárakódik egy magyar nemzetépítés, egy magyar nemzeti irodalom és a Habsburgokhoz fűződő viszony. De sosem vált olyan hideg történeti témává, mint amivé oly sok minden az elmúlt esztében. Köszönöm, most két dolog jutott erről eszembe, az egyik Norbihoz kapcsolódik, hogy vajon, hogyha vitatkozzak, ha 1456-ban mondjuk nyer a török hadsereg, akkor nem gondolnánk ugyanezt, hogy ez egy ilyen determinista folyamat, ami így kellett lennie, biztos, hogy ha akkor nem, akkor 20 év múlva kikaptunk volna, és nem lehet, hogy ilyen szempontból, jó tudom, 1520 után megváltozik az Oszmán Birodalom stratégiai helyzete, de hogy nem lehet, hogy ugyanez a gondolatot is lejátszódott volna, és éppen ezért mondjuk nem biztos, hogy ez így erős lábakon áll, csak és még jó, akkor először vissza. Hát nem gondolom, mert 1456-ban sem a esélyes győzött. Tehát a török-magyar hadszíntéren az X1-es az a török birodalom volt, gyakorlatilag az 1400-as évek, mondjuk az 1420-as évek utántól biztosan. Tehát visszámehetünk, ugye emlékeim szerint a nikápolyi csata sem győzelemmel ért véget. Csak túlírta a király, ugye? És a Galambóci 1428-as nagy sikerű Dunántúszás is, az is hasonlóképpen végződött, és ott is sikerült túlélni a királynak. De 1456-ban szerencsére nem ment el a király odáig, akkor legalábbis. És azért, hogy így mondjam, nem csomp nélküli volt az a győzelem Nándorfehérvárnál. Tehát azt ne gondoljuk, hogy az nem lehetett volna másképp. Tehát nem sokon múlt az ellenkezője. Nyilván ez sok eseménynél elmondható, de még egyszer mondom, tehát 1456-ban nem a magyar királyság volt az egyes, ők a kettes volt. Tehát én ezt lehet, hogy egy kicsit defetista vagy determinista, nevezzem bárki bárhogy, meg akárhogy, de nem, tehát hogyha Árpádék tovább mentek volna esetleg ilyen Langobárdia felé, Észak-Itáliában, akkor nem lenne ez a probléma, de nem mentek tovább.
és a Magyarország déli, Magyarországtól délre lévő államocskák, királyságocskák, azok meg nem voltak képesek arra, hogy ideig, vagy óránál továbbig fenntartsák a török elleni védelmet, illetve kivírják a török, vagy az oszmán nyomását. És ugye itt mindig bejön az, hogy bezzeg a Nagy Lajos király. Ugye, ez a régi narratíva volt, hogy ha Nagy Lajos király nem a balkáni államok ellen harcolt volna, hanem a török ellen, akkor máshogy alakult volna a történelem. Hát, ja, persze. Csak hát szegény nem látott törököt, nem tudott ellenük harcolni. Még nem találkoztak össze, és az mondja, az 1370-es évek már. És a török túl erős volt. Más berendezkedés, ugye ezt ugye mindenki tudja, ezt nem kell itt külön elmesélnünk. Tehát egy diktatórikus berendezkedés, ahol ha azt mondták, hogy jövő héten, vagy jövő évben hadjárat lesz, akkor arra az egész államapparátus rákészült. Ugye ez egy óriási előny volt az európai hadseregekkel szemben, hogy volt haptár. Ugye ezt csak pontosan tudjuk, hogy a 17.-18. századnak az eredménye az, hogy az európai seregek tudtak olyan hadtápot képíteni, ami a töröknek már a 15. század elején megvolt. És ezért aztán kicsit egyszerűbb volt a hadakozás. Köszönöm. Beszéltünk arról, hogy itt számtalan bűnbak apadt a közelben, akivel rá lehetett fogni ezt a mohácsi vereséget. Mégis talán leginkább a jagellókkal bánt el a magyar történetírás. Mit gondoltok, hogyan alakul ez a kép jelenleg, mennyire tudjuk tisztázni a jagellók szerepét a késő középkori Magyarország bukásában? Tényleg nekem van hozzá több közöm, mint a Norvénak, hát ez marha jó. Viszont így kívülről kellő perspektívából lehet azt mondani, hogy szerintem ami a legjobb úton halad az elmúlt években, évtizedekben, az éppen a jagelló korát értékelése. Tehát ez, amire annyi rosszat ráhordtak nemzedékek, most az elmúlt 8-10-20 év, lehet nem tudom, hogy kellene visszamenni, de talán Kubinyitól kezdve lehet azt mondani, hogy sokkal tisztában láttunk, sokkal megengedőbbek vagyunk a jagellókkal kapcsolatban, akár művészettörténet, hogyha a Mikó Árpád kutatásai, akár tényleg reneszánsz humanizmus kutatás tekintetében, most azt látjuk, hogy minden pozitívumában a Mátyási világ továbbítése, ez a késő középkori magyar királyság, és szerintem e tekintetben már küszöbön van az, hogy ebből olyan szinten áttörés legyen, hogy mondjuk tankönyvbe közbeszédbe. A kérdés, hogy mit kezdünk majd a 26 utáni örökséggel, tehát egyszer eljutunk-e oda, hogy egy szapolyai örökséget, vagy egy szapolyai kort, vagy egy szapolyai dinasztiát merjünk pozitívabban értékelni, mint ahogy eddig ezt tettük, vagy leegyszerűsítettük Habsburg-szapolyai ellentétre, vagy egy ellenkirályi szerepre. Tehát tennivaló van, de pont a konkrét kérdésre a jagellókra tekintve én nagyon visszakorú vagyok. Kicsit messzebb indítom. Ugye mindig problémás az, hogyha egy történeti korszak, vagy egy uralkodó, most inkább korszakot mondanék, hiszen Hunyadi Jánossal érdemes indítani ezt, túl van értékelve, bár ez így nem igazán jó szó, tehát nem csak az, hogy túl van értékelve, hanem misztifikálva van. Tehát pontosan emlékszem rá, hogy mondjuk fél évtizeddel ezelőtt, amikor a Hunyadi János, most már 8-10 éve is lehet, hogy van, a Páros vagy Tamás megírta első munkáit Hunyadi Jánossal kapcsolatban, akkor őt hazárulónak nevezték szimplán, tehát nem volt ezzel probléma. Amiben leírta azt, hogy hát Hunyadi János pont ugyanolyan ember volt, mint a gazd Cillei, csak őt Hunyadi Jánosnak hívták, a másikat meg Cilleinek, és hát Hunyadi tovább élt, mint Cillei, és így az emlék, hogy így mondjam, az egyiknek ragyogó lett, a másiknak meg kevésbé. Tehát ugyanolyan emberek voltak,
ugyanolyan gyarlóságai voltak Hunyadinak is, mint az összes többinek, azért gondoljunk bele, nem kell messzire menni, 5 év alatt az ország leggazdagabb emberének lenni, az ma is teljesítmény egyébként. Tehát ugye erről nem muszáj vitáznunk. Ez akkor is nagy teljesítmény volt, akkor egy fokkal egyszerűbb volt, mert könnyebb szerszámok álltak az ember rendelkezésére. Visszatérve, tehát már eleve a maga a korszak magasról indul, ugye? Ha magasról indul, akkor a király, tehát ugye a fiából, akiből király lett, ugye azt még magasabbra kellett emelni, hiszen nyilvánvalóan a apát túlszárnyalta a fiú. Na most, ugye Mátyás uralkodása, ahogy egyébként sok más részletkérdése a magyar történelemnek, nagyon nincsen feltárva. Tehát ugye Mátyás az igazságos, Mátyás a hódító, Mátyás nem tudom én még kicsoda, de valójában nem tudjuk, hogy ki volt Mátyás. Tehát látunk apró dolgokat, látunk egy-egy eseményt, látjuk, hogy ott mik történnek, de hogy például a vitézféle felkelés a mai napig nincsen modern fennolgozva, hogy így mondjam, azért az egy nagy adóssága a magyar, nekünk, magyar történészeknek, és azért nehéz úgy mérleget vonni egy király uralkodásáról, hogy csak azt látjuk, hogy ellene elég sokszor fellázadtak, ugye? Tehát mondjuk uralkodását bőven lehetne szerint is ugye, felosztani, hogy hányszor is kik lázadtak fel. Ugyanakkor meg azt látjuk, hogy a magyar seregek ugye külországokban harcolnak, foglalnak egy területeket, de igazándiból ez sincs rendesen feldolgozva. Talán az egyetlen, amit Kuminy András ugye megtett, az ausztriai kormányzása Mátyásnak, tehát ő tényleg mintaszerűen megcsinálta, de a Morva, tehát valójában a katolikus cseh királysági részek, amiket ugye Mátyás el tudott foglalni, azokról nem nagyon tudunk semmit, hogy ott mi zajlott. És még egyszer mondom, a legfőbb baj az, hogy a magyar királyságon belül nem tudjuk, hogy mi zajlik. Az, hogy Mátyásnak jó volt a propagandája, az evidens, tehát az látszik. A korban is jó volt a propagandája. Ugye hihetetlen bevétel mindenkit, ha megkérdezzük, hogy Mátyásnak mennyi volt az éves bevétel, akkor ugye mindenki könnyen elvehet, majdnem az 1 millió nyarvos taj, és akkor ugye mellé rakták még a francia királyövedelmét, az angol királyövedelmét, a szultánét elfelejtik mellé rakni. Hát lehet, hogy 2 év jövedelme nyarvosta az 1 milliót, de meggyőződésem, hogy 1 év és sohasem, még a közelében sem volt. Tehát ezek olyan, mind olyan dolgok, ami nélkül, amelyeket nem tudunk, és ahhoz hasonlítjuk a jagellókat. Tehát a jagellóknak kevés volt a bevétele. Miért? Mert Mátyásnak sok volt. És miért volt Mátyásnak sok? Mert sok volt. Honnan tudjuk? Azt mondták a követek. A követeknek ki mondta azt, hogy sok volt Mátyásnak a jövedelme? Nyilván a király. Egyszerű ez. Tehát azért mondom, hogy rengeteg olyan terület van, amit nem tudunk, hogy az zajlott. És ami a egyik legfontosabb, és amit nagyon el szoktunk felejteni, hogy amikor meghal a király, ugye még nincs újadó, kivetvetőnál. A seregek kint állomásoznak az országon kívül, zsold nincs kifizetve. Tehát, ugye a jagelló, tehát Ulászló király nem üres kincstárat vett át, ez egy megszépítése a dolgoknak. Ő egy erősen mínuszos kincstárat vett át, amiből neki valamit kezdeni kellett ahhoz, hogy uralkodni tudjon. És most már pontosan tudjuk, hogy simán beszedte azokat az adókat az első évtizedben, amiket Mátyás ugyanúgy kivetett és beszedett, ugyan Ulászló is megígérte, hogy nem fog kivetni ilyeneket, tehát ugye azért király, hát megígérjük, és aztán azt tartunk be belőle, amit jónak látunk, hiszen egy szuverén uralkodóról van szó. Tehát szép lassan kell ezt a képet gyakorlatilag a források mentén alakítanunk, és a legnagyobb probléma szerintem itt van, hogy úgy megyünk neki Mohácsnak,
hiába van egy év múlva az évforduló egyébként, hogy nincsenek feltárva a források. De ez majd a következő kérdésre vagyok. Javaslom, lassan menjünk neki Mohácsnak, és kíváncsi lennék a véleményetekre, hogy tulajdonképpen miért is Mohácsnál volt ez a csata, hogyan kerül a magyar hadsereg Mohácsra, miért nem északabbra, délebre, akármerre van, miért pont Mohácsnál ütközünk meg a törökkel, oszmánokkal? Hogyan jut Mohácsra a magyar sereg? Nehezen. Nehezen jut el odáig, mert hogy kevesen vannak. És ez megint egy objektív dolog, amivel ugye nem nagyon tud mit kezdeni a ma embere, már a kor embere sem nagyon tudott vele. Kubi András, sőt azt hiszem, talán már Berje és Géza is leírta, ugye a lovaknak enni kell. Úgyhogy ők már áprilisban is mehetnek hadjáratra a lovak, de akik rajtuk ülnek, azok még nem tudnak elmenni a hadjáratra, mert nincs mit enni. Jó, hát nyilván otthon van mit enni, de hogy elmegyünk hadjáratra, akkor plusz dolog is kell, tehát hogy legyen miből, és minél olcsóbb van. Ugye ez a hadjáratnak egyik rákfenéje a pénz. Tehát a magyar hadsereg valójában, most itt nagy létszámú hadseregekről beszélünk, az aratás előtt nem tudott elindulni. Ugye hadtápról már volt szó, nincs hadtár, tehát nincs felhalmozott élelmiszertartalék, akkor a sereg nem tud elindulni. Tehát az egyik ez, hogy egy objektív tényező, hogy a húza akkor érik, amikor, annál hamarabb fölösleges összevonni bármiféle sereget, hiszen nem tudom etetni őket. Mi az nem túl PC megoldás, hogy kiraboljuk a környező falvakat. Ez egyik. A másik pedig ugye zsoltot kell fizetni. Ami drága dolog, de ezt pontosan tudjuk, hogy mennyibe kerül egy katona költsége. Tehát a magyar királyság bevétele az körülbelül egy 20 000-es sereg ellátására 3 hónapig, talán maximum 3 hónapig lenne elérhető. És a harmadik, ami nagyon fontos, és persze ezzel mindkét fél ért, tehát a magyar is, amikor betör a török birodalomba, vagy a török jön Magyarországán, a dezinformáció. Tehát ugye nincs telefon, mindig ezt mondom egyébként, nincs telefon, nincs e-mail, és nincs rádió se. Tehát amikor már valami eldől, azt sokkal később fogja megtudni a másik fél. Tehát a magyar fél nem tudja, hogy Szulejmán merre indult. Tehát az utolsó pillanatig vannak olyan nézetek, hogy nem ide jön, hanem Jajcára megy. Vagy ugye az elején még, hogy Erdélybe fog betörni. Tehát ugye Szapolyai el se jöhetett Erdélyből, amíg nem fixálódik az, hogy nem Erdély ellen megy a sereg. Tehát nem, azért igazándiból azért nehézkes, hogy hát innen nézve persze nehézkes, akkor ember szerintem tehetetlen dühöt érezhetett. Hogy nem tudták, hogy mit csinálnak, hogy hova menjenek. Tehát ugye Tolna az adta magát, hiszen az a magyar királyok gyülekezési helye volt, és akkor onnan még lehetett menni úgymond akár. Szerintem nem véletlen, hogy nem volt a középkorban Mohácsi csata. Nagyon úgy helyzet 1521 után, hogy egy oszmán sereg szultánnal az élen, tehát hogy ez egy szultáni hadjárat, de át tud kelni a Szálmát, sőt, és ez lesz az nagy újdonság, hogy még a Drámán is át tud kelni, ami láthatólag nem egy egyszerű dolog, és hogy hol állítsák meg a sereget. Szerintem Mohács egyébként egy kényszerdöntés. Vízi út mellől nem lehet elmenni, hiszen valahol szállítani kell az utánpótlást, ez látszik. Mohács az utolsó olyan hely a Dráva torkolata fölött, ahol kikötésre alkalmas, hiszen onnantól kezdve jobbra-balra, erek, patakok, mocsaras terület, nem lehet kipakolni. Mohács fontos
kikötő a középkor folyamán, látjuk jól, a Jajcára úgy szállítanak ágyút Budáról, hogy Mohácson szekérre teszik és úgy szállítják a mai út nyomvonalán Barcs, Verőce, Kutina és így megy le Boszniába. Tehát vagy Mohács, vagy a következő Újlak, ahol ki lehetne kötni, de Újlak már elesik augusztusban, úgyhogy nincs másik olyan hely, ahol egy sereg úgy tud tábort verni, hogy van mögötte valami logisztika, nem múlik szét nagyon az utánpótlás, viszont Mohács adottsága nem jó. Ha megnézzük, hogy a középkorban mennyire központi hely Mohács, azt látjuk semennyire, nincsenek rajta átmenő utak, tehát nem az van, hogy a Duna Tisza közére Mohácsú menne át egy hangsúlyos út kelet-nyugati irányba, ez tényleg Báta vagy Tolna. Hagyományosan egyébként a magyar királyi sereg a középkorban át kell a Duna bal partjára, amikor délre vonul, és Szeged, Temesvár vonalon hagyja el a magyar királyság területét és megy le a kelet-balkára háborúzni. Nem használják ezt az útvonalat, és szerintem nem véletlen, Mohácsnál az egy biztos dolog, terület van mondjuk nagy létszámú hadseregre megütközni. Bocsánat, itt van igen a stilizált térkép. Fog két útvonalat, amelyik jön délről. Ja igen, ez lehet, hogy szerencsésebb. Tehát, hogy fog egyszer Baranyavár felől, illetve egyszer Dánosz felől. Tehát fog két kisebb jelentőségű útvonalat, de csak ott tudnak átjönni az eszéknél átkent szultáni csapatok. Tehát, hogy azt azért be kell kalkulálnunk, hogy az utakat, akik ágyukat szállítanak, nem tudják elhagyni. Tehát nincs az, hogy aki már tolt homokos területen babakocsit, az pontosan tudja, hogy vagy a járdáltalom és elmegy, vagy a hátamra viszem, de hogy nem fogom eltolni a tarlón. Mi megpróbáltuk, de nem volt könnyű. Tehát, hogy itt Mohács egy olyan szempontból kényszer, hogy ha már a szultán bevállalja, szerintem ez egy bátor mozdulat volt tőlük az eszéknél való átkelés, abban most nem menjünk bele, hogy hol kellett volna elmegállni, de Mohács és Eszék között egy olyan terület van, ahol nem lehet délebre vinni komolyabb területet, mert akkor el kéne hagynom a kikötőt és az utánpótlást. Hát szerintem a magyar hadvezetés azt tudta, hogy ha már Budát védenem kell, és már ilyen mélyen vannak az ország területén, akkor nincs más lehetősége. De viszont ami nincs kitalálva ebből, vagy nem is teljesen, vagy sok tényezős, az a menekülés. Ha győzünk, akkor rendben van, akkor mi maradunk a csatatéren. De hogyan fogunk innen elmenni, hogyha menekülni kell? És láthatóan gondoltak rá, de nem véletlenül az uralkodó nem akar lejönni a csatába, csak éppen felbomlik a sereg, tehát zendülés határán vagyunk. Ez egy misét megérne, hogy mennyire vagyunk egységesek, mennyire vagyunk teljes létszámban. Lehetett volna ezt jobban kihozni, de benne van egy egér kelepce is ebben a Mohácsban, hogyha innen menekülni kell, akkor bizony nagyon szűk az a terület szárazföldileg, ami a Dunapart és a Duna mellett, a Duna jobb partja melletti fennsík között húzódik, és bizony tényleg nem véletlen, hogy a menekülők közül ott halnak meg a legtöbbet. Tehát a csatatérről kijut, de a csatatér északi területén viszont feltorlódnak. Ezt a kockázatot szerintem a magyar hadvezetés már látta, csak nem tudott vele mit kezdeni. Mert a sereg azt mondta, augusztus 20-a környékén, hogy ha most nem vállalnak csatát, akkor zendülés van, akkor felbomlik a sereg egysége. Tehát lépéskényszerbe került a magyar hadvezetés. Még ehhez egy másodperc, hogy ugye a zendülés, miért akarnak zendülni? Ugye sok olyan nem megtörtént csatáról tudunk későbbi korokból is, amikor összejön egy hadsereg, aztán legyőzi a járvány általában, mert hogy nem mernek csatát vállalni, de egy idő után ugye az a terület, ahol távoloznak, hát megtelik mindennel. Kitör a járvány, megszűnik a sereg, elfogy a pénz, elfogy a zsold, és ugye itt azért annak ellenére, hogy nyilván nem mindenki volt itt a csatában, nem is volt szükség, hogy mindenkit legyen, meg nyilvánvalóan nem is lehetett itt mindenki, de ha elfogadjuk azt, hogy 25 ezer környéki, tehát 25-27 ezer katona lehetett itt, tehát ez ekkora embertömeget abból a hadseregből senki nem tartott, de a hadvezérek sem, teszem hozzá, és sok-sok embert lehetett volna még hívni, akik nem láttak ekkora tömeget, hiszen ebben a korban azért 5-10 ezer seregek
meneteltek egymással szembe. Az, hogy a török úgymond tömegessé tette a harcviselést, ezt a magyarok már tudták, hiszen sokszor találkoztak velük, de azért ilyen 60-80 ezres török sereggel sem minden nap futottak össze, és az, hogy tessék elképzelni azt, hogy amikor mondjuk 2000 ember összejön, akkor már úgy erős lesz mindenki. Ugye a tömegpszichózis működik, tehát ugye ott vannak a végvári katonák, akik ugye hát meg ugye hát nem érnek semmit ezek a törökök, mert nincs is fegyverük, stb. Stb. Ugye ilyenkor nehéz érvelni azoknak az embereknek, akik kicsit tudnak számolni is. Ugye a 20 ezer az harmada a 60 ezernek. Most, hogyha már a számoknál tartunk, ugye talán kétféle nézőpont uralkodik. Az egyik az, hogy hát milyen komoly hadsereget ki tudott állítani a Magyar Királyság Mohácsnál, a másik pedig az, hogy hát miért csak ennyit tudtunk kiállítani, és egy ilyen érdekes számháború zajlik itt, vagy zajlott, és ennek kapcsán kérdezném, hogy hogy áll a helyzet? Ott vonalak megmelevedtek. Az igazság, hogy ez megint egy olyan tényező, hogy egy ország mekkora haderőt tud kiállítani, hogy jó, Magyarországon erre kevésbé feküdtek rá, hogy így mondjam, hogy az objektív részét is nézzék, de azért pontosan tudjuk a külföldi szakadalom alapján, tehát megvannak azok az arányszámok, és ezek jól ellenőrizhetőek más országokból, jobb forrásadottságú királyságokból, de Anglia-Franciaország, ahol be lehet határolni, hogy körülbelül népességnek hány százaléka hadrafogható, és ténylegesen százaléka vihető ki a csatára. Tehát hány százaléka az, aki ténylegesen nem csak főzöngeni tud a kocsmába, hanem mondjuk tud forgatni kardot is a csatában, és ez egy nagyon alacsony százalékszám, emlékeim szerint 0,5 vagy valami ilyesmi maximum, ugye? Tehát 0,5%-a egy ország lakosságának az, ami tud harcolni. Most akkor mindenki gondolja végig, hogy Magyarország lakossága mennyi volt, nem tudjuk. De a becsléseket tudjuk, ugye több is van. Ugye vannak a 3 millió és 4,5 környékére, ugye ez egy roppant kis intervallum, ami közé van becsülve. Tehát ebből ki lehet számolni, hogy mennyi az, akit el lehet valódi csatába vinni, de ugye természetesen nem lehet mindenkit sose elvinni a csatákba, hiszen vannak helyőrségek, vannak tartományok Magyarország, a Magyar Királyságnak, ahonnan nem lehet kivonni. Tehát ugye egy kicsit csalóka, hogy Szapolyai nem ért oda a csatába. Hát plusz egy halottal kevesebb, tényleg. Mert egyébként az erdélyi sereget nem vihette volna magával, hiszen az erdélyi haderő az azért van, mert erdélyi határaid kell, hogy végéhez benne van a törvényben is, tehát onnan nem úgy megy, hogy Szapolyai úgy gondolja, hogy ő akkor elhozza az egész erdélyi hadsereget, a saját pandériumát elhozhatta, de azt a testvére meg levitte egyébként Mohácshoz, tehát ezzel sem volt baj, és ugyanez Batthyány Ferenc is, ugye, hogy ő sem a bánság hadseregét hozza el, hanem csak a saját báni pandériumát hozhatja a csatába. Tehát, hogy azért itt vannak olyan megkötöttségek, amik okolják azt, hogy miért ennyien. De most tegyük szívünkre a kezünket, nem teljesen mindegy. Tehát most 30 ezer, vagy 25 ezer van ott a csatába, vagy 35 ezer, teljesen lényegtelen, hogyha az ellenfél 60 ezer főből áll. És itt lehet bárkinek bármilyen nagy lángelméje, lehet szerencséje, mint Hunyadinak volt, de Hunyadi hány nyílt ütközetet nyert meg? Hány nyílt mezei csatát nyert meg Hunyadi? Nem látom. Egyet sem. Tehát ő is tudta, hogy nyílt ütközetben a törököt nem lehet megverni. Azért nem lehet, mert nem vagyunk annyian, hogy bírjuk azt emberanyaggal, amit majd később a technika, meg talán a kiképzés, ugye amikor létrejönnek azok a hadseregek, amelyek már a 17. század, 18. században vannak, akkor már azokkal lehetett ilyet csinálni, de a 15. 16. században nem. Tehát lehet, persze mindig lehet azt mondani, hogy még kettővel több katona kellett volna, de az arányszámokon ez olyan
minimálisat változtatna, hogy ezen nincs értelme nagyon beszélni. Visszatérő kérdés az, hogy akkor tényleg minden megtette a magyar hadsereg, vagy tehetett volna-e többet. Ahogy egyetértek ebben a kérdésben a Norbertel, amit most elmondott, hogyha 5000-nál több katona ér ide, valószínűleg ez sem változtatott volna a dolgon. Ha mondjuk előtte való este kicsit Szulejmán túlissza magát, tehát hogy vannak ilyen Deus Ex Machina, ami segíthetett volna a magyar sorson, de azért mondjuk a későbbi évek kutatásának az érdemes végig böngésznie, hogy hányan voltak még útközben, tehát aki augusztus 29-én még Fehérvár, Győr környékén, Visegrád környékén masírozott, szerintem egyébként több ezres kontingens, aki nem érkezett oda, akik számítottak volna valamennyit, és másik, hogy ez a csapat, ez a sereg, ez nem egységes. Etnikailag sem, de ezt úgy mondjuk, hogy vagy ezt még pozitívan szoktuk említeni, milyen jó, itt egy európai össznemzeti vagy V4 hadsereg áll föl a Mohácsi síkon, és ugye, hogy ebből majd föl lehet építeni valami visegrádi projektet, de azért ez a sereg olyannyira nem egységes, hogy komoly ellentétek feszülnek benne, és valahogy mindenki a magyarokat utálja. Tehát, hogy cseh-német visszaemlékezés, hogy a magyarok a legrosszabb helyre küldik ki a megérkező német zsoldos, nem kapnak vizet, nem érkezik meg az utánpótlás, le is kezelik őket, és nem egy esetben azért a szeptemberi első megszólalások a vereség kapcsán, amikor még úgy tudják, hogy a király életben marad, hogy azért ez jó. Magyarok legalább egy kicsit visszavesznek az arcukból. Tehát van egy ilyen, nem egy ilyen keresztény megállapítás, akár Frangepán Kristóf köréből, tehát mondjuk a délszláv humanisták körében van egy ilyen megszólalás, ami azt mutatja, hogy ez a sereg bizony tényleg kicsit olyan Nikápolyra haja az, ahol akkor ugye a franciákra nézünk úgy, hogy maguknak akarják a dicsőséget, és láblán vereségbe hajszolják ezt az európai sereget. Itt viszont, mintha a magyar hadvezetés mosná le az összes többi csapatnak a vezetőjét, amikor hadi tanács van, és vonzolják bele egy olyan csatába, amit tényleg nem lehet megnyerni, és nincs ereje arra a józanabbaknak, hogy arról meggyőzzék őket, hogy akármegy mi is az áll, vissza kellett volna vonulni. Aki nem adott szövegek, másrészt meg maguk a szövegeknek az értelmezése, fordítása, ugye ez elkezdődött több ember révén, tehát ugye ebből még sok minden elő fog jönni, de én azt gondolom, hogy az, hogy volt-e a magyar hadseregnek, vagy a parancsnokoknak volt-e valamilyen terve, nyilván volt, de hogy ez pontosan mi lehetett, hát ez nyilván a logikát kell segítségül hívnunk, és a bekövetkezett eseményeket, és hogy ki mit írt le. Azt hiszem, hogy pont az a baj, hogy ilyen különböző értelmezések születhetnek, akár csak a csata lefolyásával, akár a csata következményeinek az értékelésével, az azért van, mert amennyi forrásunk eddig van, amihez könnyen hozzájutunk, levesszük a polcról, éppen a hetekben jelent meg talán most a legteljesebb forráskiadás, ugye Farkas Gábor, Farkas és Vészabó János szerkesztésében, Mohácssal kapcsolatos forrásokból, amivel néhány új is bekerül, de ez még mindig nem teljes. Tehát, hogy látszik a Péterfi Bence féle külföldi hungarika feltárások kapcsán, szerintem a vatikáni forrásfeltárások során is fog előkerülni a jogelló, késő jogelló korból olyan, ami segít bennünket mind a mozgósítás, mind az egésznek a jobb megértése szempontjából. Ami most van a kezünkben, az sajnos megengedi azt a feltételezést is, hogy a magyar hadvezetés nagyon profi volt, meg azt a feltételezést is megemlíti, hogy nagyon balfék volt. És e tekintetben maximum a hangerő fog dönteni, amíg nem kerül elő újabb forrás, mert ezek a szövegek lehetővé teszik mind a kettőnek az alátámasztását. Különböző habitussal, vagy különböző erővel, de tény és való, hogy mind a kettő megokolható belőle. Amennyire lehet ezt tudni, és éppen a tavaly megjelent korabeli államok hadügyi jelenségeit vizsgáló kötet mutatja azt, hogy nagyjából ez a projekt egy nagy nekifutás, és ha sikerül áttörni az ellenfelet, akkor aki kiszorítja a másikat a csatatérről, az győz, és onnantól lesz teljes a győzelem, mert visszavonulni rendezetten nem lehet. Ott pedig egy anyagcsata zajlik benne a
a csatatér közepén, egészen addig, amíg nem dől el, hogy ki az, aki elmenekül. És itt megint második Lajos védelmében azért el kell mondanom, hogy egyre inkább nekem az a véleményem a sokszor elolvasott források alapján, hogy ezt a magyar király tudta, és a legutolsó időkig ott van, mert amíg ő ott van, addig a sereg is kitart. Legalábbis a nagy része, most Brodovics nem, de Lajos viszont igen, és valószínűleg ő sérülten menekíti már ki a legbelsőbb testőrsége a csata legvégén, amikor már tényleg a király élete ad tét, de hogy ezzel a magyar hadvezetés tisztában van, ő erre épít, hogyha kell, mint egy utolsó erőig megpróbálja gyűlőre vinni a dolgot, még azzal együtt is, hogy ő Szulejmán célba veszi. Tehát van egy magyar kontingens, aki arra megy rá, hogy a sikerül a szultán megölni, ahogy egyébként Rigó mezőnél ez megtörtént, azt mondjuk is a győzelem azért az oszmán kézre, tehát oszmán győzelem született, de hogyha a szultán sikerül kiiktatni, akkor lehet, hogy sikerül a szultáni sereget is megmondani. Nem jön össze, közel kerülnek hozzá, egyébként az évtizedekkel később is még visszajön a forrásokban. Hát szerintem a magyar hadvezetés tisztában volt az erőviszonyokkal, tisztában volt a helyzetével, és amikor elindul a csata, akkor mindent megtesz. Nem tudja kontrollálni, hogyha megreppel egy seregrész a hangzavartól, futásnak ered Páviánál, futásnak ered Boszforsznál, tehát hogy így ez benne van abban a korban a csata levezénylésével. Úgyhogy én ez a véleményem erre. A lovak sincsenek kiképezve, teszem hozzá. Tehát, hogy évszázadok kellene, évszázad, mondjuk 100-150 év kell ahhoz, hogy kiképezzék a lovakat arra, hogy az ágyúk dörejt bírják. Tehát, hogy ne forduljon hanyat, hogy így mondjam, és dobja le a lovasát. Most, ha már a második Lajos személyénél tart, érdekes módon a Mohács kutatásoknak az egyik kardinális pontja lett, hogy pontosan hol halt meg a király. Mi érdekes, mert ugye egyébként nem kell megkeresnünk Mohácsi csatatér környékén, de mégis ez így mostanában nagyon érdekli a köztudatot, meg a kutatókat is. Kérdezném, hogy mit gondoltok pontosan akkor a Duna mely ágánál, vagy mely fokkal, vagy a Cserepataknál, vagy mi a véleményetek a második Lajos halálának helyszínéről, és kicsit félbe teszem fel a kérdést, hogy nem lehet, hogy ezzel a kérdéssel irányt tévesztett néha a kutatás? Hát, ha minden igaz, akkor ugye az Mohács és Észak, ez pedig Cselep. De erről én most nem fogok beszélni. Erről majd Szabolcs fog, ha minden igaz. Szóval én még egy kicsit visszakanyarodnék oda, hogy ugye hol halt meg a király, hát mindenki úgy tudja, hogy a Cselepatakba fulladt bele. Ugye fő, nagyobb kérdés, és egy kicsit ez az utolsó kérdésre is válasz, hogy igen, félre megy, tehát nagyon félre ment a dolog, a kutatás. Tehát itt nem hinném, hogy a király pontos halálának a helye a legfontosabb ebben a dologban, nyilván az is fontos egyébként, hanem már maga a probléma ott kezdődik, hogy hol volt a csata. Ugye ez valójában nem egy olyan nagy terület. Most, ha egyre tovább megyünk, talán azon jobban látszik. Vagy ezzel igen. Tehát ugye itt rá, ez egy olyan rajz, Bészabó János könyvének a borítóján is rajta van, a Mohácsi csatáról. Ugye itt rá vannak mérve azok az adatok, amiket Brodovics leírt, tehát ugye fél mérföld, egy mérföld, tehát ezek a távolságok, amiket Brodovics megadott. Ugye itt a csata helyének kitűzésében kardinális helyet foglal el a középkori Földvár falu. Hol volt Földvár? Tehát amíg nem fogjuk mindenki számára egyértelműen bebizonyítani azt, hogy Földvár falu melyik mai település sem azonos vagy közigazgatási határa, mint belül volt. Tehát amíg nem tudjuk ezt rendesen megcsinálni, addig teljesen fölösleges szerintem a Mohácsi csata helyét randomszerűen kitalálni, mert ugye van egy olyan térkép, amire rávetítették az összeset, hát jó sok van. Pedig ez nem egy nagy terület, még egyszer mondom.
Ugye adott az a mérce, ha minden időt az 1 kilométer talán, vagy 4, nem látom innen. Tehát meg kellene tudni határozni, hogy hol van föld már falunk. Ugye dolgoznak ezen régészek, dolgoznak ezen földrajzosok, dolgoznak történészek, külön-külön, néha együtt. Ugye kevesen tudják, hogy a középkori tekintetben ez a vidék Magyarország legjobban adatolt vidéke. Márhogy természetföldrajzi szempontból. Tehát ugye Györfi elkészítette, Györfi György annak idején elkészítette Baranya, megy a történeti földrajzát, de ezt nyugodtan tovább lehet csinálni, illetve tovább is kell csinálni, sőt, ugye folynak is ilyen munkák, hogy erre a térségre, mert hogy ez olyan családok birtokában volt az a terület, amelyeknek a levéltára túlélte nem csak Mohácsot, hanem sok egyebet, és a mai napig rendelkezésre áll. Tehát határjárásokkal el vagyunk látva, csak fel kellene dolgozni, meg kellene keresni, ez nehezebb, megkeresni, megtalálni, és abból összeállítani a táj birtokos vagy birtok térképét először, és akkor földvár helyét is meg lehetne határozni. De őszintén szólva annak nem sok értelme van, hogy Brodaricsot forgatom innen, forgatom onnan, meg elkezdem mindenhol ásni a földet, nyilván fogok találni egyébként csomó elpusztult falu van ezen a területen. Egy baj van, hogy a néztábla nem találták meg, ugye? Mert még nem találták meg a névtáblát, hogy ez itt föld van. Tehát mondom, ez az egyik fő kérdés. Ugye a következő az, amit a Szabolcs mondott már, hogy a király valószínűleg a csata legvégéig ott maradt. Ugye gyakorlatilag szerintem ez okozza a halálát, hiszen egyszerűen nem fér el. Tehát nem fér el a menekülőktől. Ezért nem tud az úton menekülni valószínűleg, és hát ez játszik abban a szerepet, hogy meghal egy vízfolyásban, amit eddig cseleként ismertünk, most újabban egy már nem is tudom, Duna, szakadék Duna, balparti, jobbparti, stb., de ezt majd most mindjárt Szabolcs fogja. Köszönöm, tényleg már nem visszaélve a türelmetekkel, de szerintem történészi szempontból egyébként tényleg azért viszi félre ez a fajta kérdésfeltevés a csata megértését, vagy egyáltalán a Mohácsi csata kutatását 2026-ra. Történészi szempontból alapvetően lényegtelen, hogy a csata hol zajlott a mezőnek ezen a pontján, vagy azon a pontján. De ha már szeretnénk felkészülni, akkor igen, alapvetően szerintem régészeti eszközökkel lehet, ma már az a technikai apparátus, az a technikai tudás, ami csatatér régészetnek hív a szakma, az már lehetővé teszi azt, hogy jó eséllyel megtalálják ezeket. Több, tényleg tucatnyi elképzelés van, hova lehet lokalizálni, és azért ugye kívülállónak nehéz bármit is mondani arról, hogy mi az, hogy földvár, csak Brodarics leírásával, amiről ma már volt szó, nincs több fix pontunk, nincs több konkrét település megnevezésünk, Mohács után földvár az, ahol a csata egyik első nagy rohamban, meg az Áldász kézitusa kialakulna. Melyik ez a település, amire valamiféle földrajzi leírásunk is van. És itt van először is több elképzelés ezzel kapcsolatban, hogy a mai Sátorhely település, mert ugye a Sátorhely, ahol a szultán, na mindegy, tehát hogy vannak többfajta elképzelés, Majs, ami esetleg fölmerült, mint a középkori földvár utoló élete, és fölmerül egyébként a mai horvát-magyar határon fekvő udvar település, vagy annak határa, de egyébként tényleg tucatnyi falu él a késő középkorban ezen a tájon, és nagyon nehéz lesz megállapítani, bár a középkori faluhelyek megvannak, hogy melyiképpen földvár ebből a szempontból. Nem publikált újdonság még, de az, ahol mai Sátorhely van, ahol lehetne esetleg keresni földvára, ott például a műszeres kutatások egy teljesen üres teret mutattak, tehát nincs lövedék, nincs fém, azaz ott biztosan nem zajlott le a csatának ez a központi mozzanata, ezt valószínűleg ki lehet húzni a sorból, de mivel nagyon nagy területet kell átnézni, kérdése szerintem ebben biztosan állítani még nem lehet,
régészet fog ebből a szempontból újat mondani, és tényleg több késő középkori forrás határjáról oklevelek beemelése a kutatásban hozzátehet, segíthet ennek a lokalizálásában. A másik pedig a király halála kapcsán tényleg felmerül. Azt gondolom, hogy ez egy olyan veszélyes kérdés, azért veszélyes, mert nem lesz annyi forrásunk, senki nem fogja tudni megmutatni második Lajos lovának a tetemének a pontos helyét, mert ugye a tetem nincs ott, innentől kezdve ez valahol hit kérdése lesz, hogy hova tesszük. Azaz, nagyon tág az a lehetőség faktor, hogy mit nevezünk egyáltalán cserének, hogyan képzeljük el a Dunát. 1823-ban a Dunának a folyás, egyébként konkrétan tudjuk, hogy ez nem több évszázados földrajzi tektonikai mozgásnak következtében, hanem tudatos árvízi munkáknak köszönhetően megváltozik a Dunameder, és mondjuk a középkori útnak a jelentős része az a mostani Dunameder közepén húzódik, azaz a Duna nyugatra vándorolt valamennyit. Ki tudjuk ezt mérni pontosan, hogy 1526-ban ez hol van vagy nem. Attól tartok, hogy földrajzi jellegű módszertannal nehéz lesz igazolnunk azt, hogy ez 1526-ban biztosan itt van. Tud segíteni abban, hogy hogyan lehetett a táji környezet a késő középkorban, vagy inkább azt mondom a középkor évszázadaiban, de konkrétan a csata rekonstruálásában keveset fog tudni hozzátenni. És az pedig egy, hát egy saját szakmailag felvállalt véleményem, mert publikáltam és tartom is, hogy az általam ismert források kizárják azt, hogy a király teljes vérben, megsebesülve átúsztatott volna a Dunán és a Duna szigeten valahol halt volna meg. Egyébként későbbi, pár évtizeddel későbbi források mindegyike, ha enged lokalizációra lehetőséget, akkor mindegyik a Duna jobb partján. Szerintem nagyjából ott, ahol, hogyha ezt a képet megnézitek, fut a Mohácsot elkerülő út egyébként, és mellette jön le, bocsánat, ezt meg fogom mutatni nektek, hogy nem jó volt, hogy ez a sem. Ez az az út, ahol a király menekülhetett, itt a csele, ami mindenki látott már olyan patakot, ami kiszáradás pillanatában éppen a száraz lábbal átugorható, majd utána egy gyors nyári esővel megközelíthetetlen és áthághatatlan. Valószínűleg ez a csele is ilyen, megzavarhat bennünket, hogy ezt most minek kezeljük patakként, tehát a patakot halastóként, fogként is ugyanúgy használták, tehát hogy ebben mondjuk nem kapaszkodnék bele, de valahol az út és a pataknak a meccésénél lehetett az a hely, ahol a király életét veszthette. Mondom, hogy mivel ha csak újabb, mivel nem csak egyedül ő hújt el, tehát arról viszont van forrásom, hogy itt többet magával halt meg. Ha kerülnek elő esetleg sírok, tömegek, vagy akár csontok, akkor lehet ezt a vitát egyáltalán lezárni, vagy újra nyitni, vagy egyáltalán eldönteni. Én most azt vallom, hogy ezt a máshova lokalizálni egyelőre túlzás. És logikailag is gyakorlatilag, amit a Szabolcs említett, tehát azt kellene végig gondolnunk, hogy létezik-e olyan, hogy egy teljes páncélba öltözött ló és lovasa úgy akar elmenekülni, hogy ha megnézzük, vagy megnézitek, ugye ez az első kép, ez a mohácsi kikötőt ábrázolja, igaz, későbbi, de igen, 1608-as, nyilván nem egészen így nézett ki, de csak hogy azért lássuk, hogy valahogy kinézett, és pontosan tudjuk, hogy hajók kötöttek ki. Tehát nem csónakok, hajók. És ezeken hozták a Turzó Elek által a budai fegyvertárból küldött ágyunkat. Pár tíz darabot. Tehát a megölésük sem sekély volt. Na most azt gondolni, hogy egy körülbelül 3 órás harc után, úgyhogy ráadásul ugye reggeltől kezdve kinnálnak a csatamezőn, egy teljes páncélba öltözött lovasnak minden vágya beleugrasson egy olyan folyóba, ami folyik, ami mély, majd a túloldalon kivergődjön a mocsáron keresztül, és abba halljon bele, nem túl életszerű. Mikor ott van az út, ugye, amit az előbb mutattunk,
amin Buda felé lehet menekülni. Tehát miért akart volna kelet felé menni, most az, hogy Szapolyai várja a túloldalon, ekire dönteni, hogy most Szapolyai jó vagy rossz ember, mert ugye az nem jó, hogy direkt elkésik a csatában, hogy meghalljon a király, de azért menekül a király keletre, hogy találkozzon Szapolyaival, nyilván, hogy megölje, már hogy Szapolyai a király. Tehát ez nem túl életszerű, és ugye a másik, amit már mondtam, hogy Szapolyai egy könnyű kocsin jöhetett valószínűleg, vagy egy pár tízfős könnyű lovas csapattal, hogy odaérjen a csatában. Tehát az egy óriási segítség lett volna nyilvánvalóan a királynak, hogy szembe találja magát 20 könnyű lovassal, mögöttük pedig 1000 a kincsival. Tehát ez nem túl épeszű magyarázat, tehát itt a legegyszerűbb és leglogikusabb magyarázatnál kellene továbbra is maradnunk, hogy valóban az úton akartak menekülni Budára, mert hova máshova menekült volna egyébként. És valószínűleg összetorlódtak, és hát nem volt lehet. Igen, hát ez tényleg megoldásra vár. Beszéltünk róla, hogy találtam egy érdekes forrást, mi szerint Arnoldson hallhatott volna meg a királyát. Nem tudom, hogy ennek mennyi valószínűsége lehet, mert ilyen esetben is keletre menekült volna valószínűleg az uralkodó. Minden esetre elvi ezt majd később megbeszéljük, de egy kicsit tovább ugorva, mert rohan az idő, kérdezném, hogy szerintetek az elkövetkezendő években merre haladhatna jó irányba a Mohács kutatás? Mik azok a nagyon fontos pontok, amiket mindenképpen el kéne végezni, hogy egy tisztább képen alkothassunk a mohácsi csatáról és előzményeiről, következményeiről? Hát én megígérhetem, hogy én szilenciumot fogok fogadni ez ügyben, és legjobb lenne, ha mások is ezt tennék. Tehát én azt gondolom, hogy amit már pedzegettem az elejétől kezdve, tehát először tárjuk már fel a forrásokat, könyörgöm. Tehát nem olyan veszett mennyiség ám, tehát 2020 napjainkban Hungarikának segítségével 1526. január 1-től augusztus 29-ig, illetve a reformáció projektnek köszönhetően augusztus 29-től mondjuk 27 végéig, netán 28 elejéig a forrásoknak a feltárása nem egy ördöngőség. Kell egy fenék, egy asztal, egy számítógép, meg akarat. Már nem az enyém, meg a Szabolcsé például, hanem egy felső. Hogy ezt megcsináljuk, mert addig teljesen fölösleges ugyanezt csócsálni, amiről már beszéltünk. A régészek is dolgozzanak. Én azt gondolom, hogy ezt mi benne vagyunk ugye valamiben, nyakig, mondjuk így, slavasztikával lassan. Tehát mi félve várjuk minden év augusztus 29-ét, hogy mi fog kiderülni, amiről még nem tudtunk, hogy Mohácson történt. Nem vicc. Tehát egyfelől ugye van egy teljesítménykényszer nyilvánvalóan, tehát ugye van egy pályázat, amire kaptak pénzt, a politika eredményt vár. Csak kérdés, hogy érdemes-e ilyen szinten megnyilvánulni bizonyos kérdésekben, vagy célszerűbb lenne egy picit várni, hiszen végül is 5 évünk van még, sőt, tehát amikor ezt elkezdtük, akkor még 7 év volt, ha jól emlékszem. Tehát még mindig bőven van arra időnk, hogy közelebb jussunk egy olyan eseményhez, ami mindenkit foglalkoztat. És ugye én nekem, amit Szabolcs említett itt, hogy a udvart környéke, ugye, tehát el kellene fogadni, meg kellene békélni azzal a dologgal is, hogy lehet, hogy nem Sátorhegynél volt a csata. Sőt, megfordítok. Egy helyen biztos, hogy nem volt Sátorhegynél. Tehát ott biztos nem volt semmi, ott tömegsírok vannak, amik valószínűleg pontosan lehet tudni, hogy azok a fogoly gyalogosok, vagy fogoly katonák, akiket a szultán másnap, vagy még ott következő napon kivégezték, tehát nem aznap, hanem a csata napján, de ezeket kivégezték, lefejezték, hát azért van az, hogy több fel, mint láb van a sírókban, tehát
el kellene gondolkozni, hogy baj-e az, hogyha mondjuk nem sátorhelyen volt a csata, de sátorhelyen van az emlékmű. Ugye ez egy nemzet, vagy emlékezett politikai kérdés, de ezt nem nekünk kell megoldani, viszont azt sem szabadna, hogy csak azért is úgy csinálok, mint hogyha sátorhelyen lenne minden. Nehéz külön választani a tudományt és az emlékezett politikát. Jó az, hogyha a tudományos eredményeken alapul az emlékezett politika, és nem fordítva. Szerintem annyi intézmény van, kutatócsoport, jó kutatói közösség a csata színterén szimbolikusan és valóságosan, hogy valójában a politika most azt kellene követnie, mint annak idején a szovjet űrhajónál kutyát megetetni, gombokhoz nem nyúlni. Hát hagyni kellene, hogy mindenki végezze ebbe a saját dolgát, és akkor szerintem lesz eredmény is, mert a munkának általában van. Van egy történeti jellegű, és tényleg az 5 év az elegendő arra, hogy olyan levéltári feltáró munka folytatódjon, vagy menjen végbe a késő Jagelló korra vonatkozóan, ami tovább erősíti azt a képet, ami kirajzolódóban van erről az időszakról. Ez az egyik. A másik szerintem hagyni kellene a régészeti munkát, hogy tényleg időt hagyni nekik felszerelni, hát biztosítani a feltételeket arra, mert lehet, hogy a mohácsi csatáról nem fognak tudni többet elmondani, de ez Magyarország legjobban feltárt olyan területévé válhat, ahol viszont a késő középkori anyagi kultúrára meg millió egy dolog előkerül, azért, mert 10 falut megtalálnak. Ez szerintem ez önmagában az is nagy érték, ha ez nem a csatához köthető. A harmadik a tömegsír feltárása, mert körülbelül 700 ember, akik nagyjából egy időben haltak meg, és a Kárpát-medencei magyar férfi társadalmat reprezentálják, ilyen nincs több a környéken sem, ilyen tömegsír, azaz ez ma már olyan módszerekkel meg lehet állapítani, most ne menjünk a DNS-be meg a táblatilag, de hogy tényleg milyen egészségi állapotban voltak, milyen családi viszonyban voltak, milyen életkor, és a többi. Ami szerintem szintén nagyon sok minden újat fog hozzátenni ennek a magyar társadalomnak a jobb megértéséhez, és végezetül mondom, hogy ez az egész csak akkor lesz érthető, ha tovább visszük, hogy mi történt utána egy szapolyai kórium megértésére sosem lesz kedvező politik, vagy történelmi konstelláció, mint most a mohácsi csatára való készülés kapcsán, hogy egy 1526-tól 70-ig terjedő időszakban, ami szerintem a magyar történelem olyan sűrű időszak, mint a 20. század, mondjuk 1914-től 56-ig terjedő, tehát óriási változáson megy keresztül a magyar közigazgatás, a magyar társadalom, a magyar önkép, az Európában való helyzetünk és a többi, hogy ezt forrásokon alapulva jobban lássuk. Szerintem szégyen és gyalázat, hogy van egy 14 évig regnáló szapolyai Jánosuk, János királyunk, akinek nincs egy itinerárium, nincs egy okmánytára, nem ismerjük az udvartartását. Ez nem egy ellenkirály, akiről beszélek most, hanem ez a magyar királyságnak ugyanolyan felkent teljes jó uralkodója, mint egy Mátyás, mint egy Szent László, és lehetne sorolni előtte, utána mindegyiket. Azaz, magáról a korszakról lenne lehetőség most a következő 5 évben többet megtudni, és így viszont magunkról tudnánk meg többet, hiszen ha jobban megértjük ezt a 16. századot, ez egy történelmi, azt mondom, zsákutca, tényleg így szembesül azzal a magyar politika nagyon erősen, hogy elvesztette a saját sorsa feletti uralmat. Valahova csapódnia kell, mert egyedül, vagy akár a csehekkel összefogva már nem megy. Ez nagyon nehéz feldombozni. Látszik jól a 16. századi udvari kutatásoknál, hogy mennyire görcsösen ragaszkodnak azokhoz a királykoronázási ceremóniákhoz, hogy a magyar udvar ugyanúgy reprezentálva legyen, amikor a magyar udvar már nagyon nem is létezik. Tehát, hogy fejekben nagyon nehéz ez a mentális átállás, és erre is lenne lehetőség, tehát a Jagellókori kutatások, a régészeti kutatások, a tömegsír feltárások révén, és a szapolyai kori kutatások, azt gondolom, ha ennyi beleférne a következő 5 évben, akkor elégedetten nézhetnénk vissza, de ezen a történelmi tapasztalat az,
hogy minden hetessel kezdődő évnél arról szoktak beszélni, hogy mit nem sikerült megcsinálni. 1927-től 1977-en keresztül valójában a Mohácsi emlékévek nem szoktak jól sikerülni. Most még van egy esély, hogy ez rendben menjen, de nem lenne meglepő, csak az lenne a normális, hogyha nem menne rendben. Azért bizakodjunk és nézzünk pozitívan előre a jövőbe. Nekem még számtalan kérdésem lenne, de nem szeretném csak magamhoz ragadni a szót, és kérdezném a tisztelt nagy érdeműt, hogy valakiben esetleg felmerült-e kérdés? Földolgoznák, és akkor mindig kezdte el egyáltalán firtatni, hogy Búzsó honnan és kinek a sugallatára írta azt, amit írt. Ha Búzsó tisztességesen földolgoznánk és életelnénk, akkor már többet tudnánk. Igazából szerintem nézzük meg először alaposan azt, ami van, meg nézzük, gyűjtsük össze azt, ami még új, de lehet, hogy először azzal kéne kezdeni, hogy amit van, azt nézzük el rendesen. És hát, hogyha már az is újat tudna mondani. Főleg az Búzsóra gondolok, de ahogy szemmódóra is már a dolgó utalt, hogy ez belekére, hogy fél év. Jól kell lájkolni ezt a hozzászólást, vagy mit kell? Teljesen igazad van magából. További kérdés esetleg? Hogy vélekeztek a minap általános átpörgetett augusztus 29 vagy szeptember 8 című opuszról. Olvastál? Szerintem mindenkinek olvastál. Többieknek nem tudom, hogy képbe vagytok nagyjából. Egy 60 oldalas új kis könyv jelent meg, ami napot két héten belül körülbelül. Kicsi az szó szerint értelemben. Másfél sorjával, ISBN-nel, én által 100 bemutatott példányi PDF-el láttam. Tényleg egy most folyó kurens kutatás egyik vezér alakja a egyik szerző, 4-5 szerzős a munka, földrajzos társaság, nagyjából is akkor többet nem is mondott. Még olvastam, és Gőzsi Zoli kollégámmal így egymásnak küldözgette, hogy hát amit leírtak a 60 oldalról, mondjuk 40 oldal, azt nálunk első éven történelmi szak bevezetési történettudományon ezt tudjuk, mert a kronológiáról értekeznek. Majd a vége, hogy hát hogyha az 1582-es naptárreformot alkalmazzuk, 1582-es naptárreformot alkalmazzuk Mohácsra, akkor a Mohácsi csata az ugye nem augusztus 29, hanem szeptember 8, és utána kb. Ilyen science fiction utalása végén, hogy hát így kellett már interpretálnunk, és akkor más megvilágításba kerülne ez a történet. Erről mi a véleményed? Ügyes, mert ezért fizetést is kaptak. Tehát ugye még annyival bővíteném, hogy ebben a könyvben átszámolták a magyar királyok, azt hiszem az Anzsútól kezdve, talán, de Zsigmond már benne van, a királyi koronázás időpontját, halál időpontját, meg talán, hogy ha tudjuk, a születés időpontját is. A régi, ugye az 1582-es naptárreform szerint, és a arab időszámítás szerint. A zsidót kihagyták, azt gondolom egy másik nagyon, nagyon nagy pénzé megért tanulmányban lesz majd benne. Tehát ezt az összes, az Anzsútól kezdve 1526-ig az összes magyar királynál ezt megtették, és igen, a záró része ennek a dolognak, hogy a Mohácsi csata pedig ugye szeptember 8-án volt az új naptár szerint. Az az igazság, hogy ez olyan szinten tragikomédia, hogy nincs értelme vele foglalkozni. Tehát nyilván az októberi szocialista forradalomba indultak ki, ugye ezt itt nálunk november 7-e volt, ott október 22, ha jól emlékszem. De ennek, hogy visszaszámolgassunk, átszámolgassunk, és ahogy a Szabolcson mi is beszéltük ezt, ez a napnyugta, ugye
arra akarták, gondoljuk, mert gyakorlatilag ezt nem nagyon írják le, hogy mikor nyugodott le a nap. Ugye a csillagászati számolás szerint, akkor azt jelenti, hogy ha augusztus 29-én ekkor nyugodott le, akkor szeptember 8-án, talán negyed órával, 20 perc is akár hamarabb ment le a nap. Szíve joga mindenkinek azt mutatni, amit akar, nyilvánvalóan, én azt gondolom, ezért pénzt elkérni az egy másik. Úgyhogy én nem, nincs, tehát hogy igen, ez a baj, hogy elmentünk egy olyan irányba, hogy újat és újat és mindig újat akarunk mondani, de valójában nincs meg hozzá szakképzettségünk, nincs meg hozzá a belátóképességünk, és úgy egyébként sem vagyunk felszerelkezve túlzottan ehhez való tudományokban. Nehéz. Tehát, hogy kicsit kezd a hülyék párbeszédjére hasonlítani a dolog, ezt most így magamat is beleértem, mert én vitatkoztam velük, tehát, hogy csak így középkorosaknak mondom, hogy amikor azt állítja nekem valaki, földrajzos, hogy azt a határjáró oklevelet, az több kéz is írhatta, amikor nyilván írhatta volna több kéz, hisz meghalt az egyik, és akkor átlett a másik. És az volt erre, azért ez az ér volt, mert hogy szerinte amikor azt írja, hogy ez, és amikor ugyanazt írja itt, hogy ez, akkor az nem ugyanazt jelenti. Mert hogy két különböző személy írta, ami nyilvánvalóan botorság, hiszen egyfelől ugyanaz a személy írta, másfelől meg egy határjárást, azért nem kell cicerói magaslatokban gondolkoznunk, tehát ezt nem kell értelmeznünk, túl értelmeznünk legalábbis, nem kell egy határjárást, ezt értelmezni kell, tehát nem lehet, hogy minden mondatát például máshogy értelmezem. Tehát hogy így nem lehet vitatkozni, hogy az alapvető szakmai szabályokat felrúgjuk, és úgy csinálunk, mintha mindenhez értenénk, nem tudunk ezzel mit kezdeni. Én ezért is vagyok így ki, ebből egy kicsit kifarolva így. Akarsz erről beszélni, Szabolcs? Csak szerintem ez a szakmai felelősség kérdése, hiszen aki nem történész, nem korszakos, attól nem várható el az, hogy ismerje az ezzel kapcsolatos forrásokat, mi mit jelent az adott szövegkontextusban. Ma azért már több remek előadás elhangzott, hogy mit jelentett a Kádár korszakban ugyanaz a fogalom, ami egyébként 200 évvel korábban, vagy akár 20 évvel korábban teljesen más jelentett, vagy a határ túloldalán más jelentett, vagy akár mit jelent ma és mit jelent 100 évvel ezelőtt mondjuk egy Rohászka Ottokár életmű. Na most ugyanez a veszély a 16. század kapcsán megvan. Én azt érzékelem, hogy van egy társadalmi igény arra, hogy többet megtudjon a saját múltjáról. És ezzel az igényen lehet élni, lehet kiszolgálni, és lehet visszaélni. Ahogy mi nem tudjuk megállapítani az Alzheimer kór elleni gyógyszerről, hogy melyik orvos mond igazat, hiszen fehér köpenybe odaáll és elmondja, nem ismerem egyiket sem, nem tudom ki milyen motivációval beszél, ezért ugyanolyan felelőssége van, csak nem tűnik föl, mert nem hall vele senki, egy történésznek, aki vagy tudósnak, aki jel és mond valami nagyon erősen. Hogy ennek azért, ha nem azonnal, de későbbiekben mégiscsak hatása van, és valójában a saját, a tudományos közegünknek a milliójét, az elfogadottságát ássa alá. És nekem ez a problémám az olyan megnyilatkozásokkal, amelyekről később kiderül, hogy nem védhető mondjuk szakmailag, vagy nincs relevanciája. Mert tényleg akkor az iráni naptár alapján is ki lehetne számolni, vagy nagyon azték maja naptár alapján, hogy mikor volt melyik fontos dátumunk, de senki nem hitte azt, hogy sem 1570-ben, sem 1590-ben, hogy szeptember 8-án kellene a Mohácsi csatáról valami megemlékezést tartani. Mindenki tudta, hogy augusztus 29. Ezzel, tehát hogy ez az egész naptárreform fizikai lebonyolódásának a nem értését mutatja, ha valaki azt gondolja, hogy mára elfelejtettük, hogy ez szeptember 8-án volt. Eznek tényleg egy relevanciája van ennek a gondolatnak, hogy 20 perccel később megy le a nap, vagy korábban, mint ahogy most a mostani augusztus 29 alapján, hogy ezt most hova tesszük a csatarekonstrukcióba, ezt az adatot, az egy másik kérdés, de nem szabad szerintem megvezetnünk a hírfogyasztó, történelem iránt érdeklődő magyar társadalmat,
hogy ezek alapján a végén számára csak az marad meg, hogy tényleg nem is augusztus 29-én volt a csata. Már ez is kiderült, már nem is a cserébe. Tehát, hogy olyan kevés információ van a magyar közgondolkodásban a saját történelméről, de ha azokat is kiütjük, mert hogy valami nagyon újat akarunk mondani, akkor a végén mi marad? Tehát, hogy ez tényleg nem egy korrekt kutatói hozzáállás. Nekem ez ezzel a személyes fenntartásom.